Nagy szeretettel köszöntöm a Kanizsa Televízió nézőit és minden kedves futballbarátot, aki élőben ránk csatlakozott és megnézi a mai mérkőzést, amelyen pedig az FC Nagy Kanizsa a Mosonmagyaróvár gárdáját fogadja az NB3 nyugati csoportjának harmadik fordulójában. Ismertetném is a két csapat összeállítását, kezdjük a vendégekével. 13-assal a kezdőben, a kapuban a vendégeknél Henrik Márk, 7-es Jasarevics Mahir, 8-as Tóth Martin, 9-es Boros Gábor, 12-es Dursó Giuliano, 17-es Illés Dávid, 19-es Szalka Dominik, 21-es Bóner Roland, 27-es Cingráber Máté, 55-ös Dák István és 70-es Nagy Kevin Zsolt. Ami a hazai összeállítást illeti, a kapuban 67-essel Horváth Márton, 8-as Pál Dávid, 10-es Kószás Krisztián, 13-as Kowalowski Máté, 16-os Ecker Milán, 18-as Török Milán, 19-es Vlasics Dániel, 22-es Nikis Nemanja, 57-es Major Máté, 72-es Tóth Gergő és 91-essel a csapatkapitány Béli Milán szerepel a mai mérkőzésen. Az összeállítást böngészve láthatjuk, hogy a vendég vezetőedző Borbély Attila nem változtatott a Motim legutóbbi hétközi fordulóban látott kezdőjén, míg Koller Zoltán, az FC Nagy Kanizsa vezetőedzője három helyen cserélt. Péntek Adrián, Bagó Benedek és Balogh Ferenc került ki, helyükre pedig Pál Dávid, Török Milán és Tóth Gergő került be a kezdőbe. Nagyon jól kezdte a szezont a vendégcsapat két győzelemmel, és tovább jutott a kupában is, sőt mondhatjuk rögtön két rangadóval kezdett a Mosonmagyaróvár, hiszen az első fordulóban az NB2-ből kieső, és nem is olyan régen még NB1-es Kaposvári Rákócit verte idegenben, míg hazai pályán a BVSC-t is felülmúlta a szerdai összecsapáson. Közben Ecker kap jó labdát, sőt nem csak a jó labdát kap, hanem meg is szerzi a vezetést. Még nincs egy perce sem, hogy elkezdődött a mérkőzés, hiszen nem fordult át még egyesre az eredményjelzőn a mutató. Tehát pár másodperc alatt megszerzi a vezetést a Kanizsa, hát soha rosszabb mérkőzés kezdést. Ecker nagyon jó formában volt a legutóbbi szezon utolsó fordulóiban, ugye házi gólkirály is lett. Nagy versenyben volt Péntek Adriánnal. Kifejezetten agilisan játszott tavasszal, és úgy tűnik ezt a jó formáját sikerül átmenteni a 2021-2022-es kiírásra is. Az NB3-as foci szurkolók Facebook csoportjában egyébként a legtöbb tipp a mai meccsre 0-2-re érkezett. Az már szerencsére biztos, hogy nem lesz. Bár ezt követően a második helyen az 1-2 végzett. Arra még van esély, de reméljük, hogy ez a tipp is bukni fog. Tóth kérte a labdát és kapta, megnyújtja Török felé. Fejjel a felszabadítás, de rövid, marad a Kanizsánál a labda, sőt Ecker beadásnak erős volt és pontatlan, és lövésnek is hasonló jelzők mondhatók el. Minden esetre a kanizsai kontrákban van lehetőség rögtön a mérkőzés elején. Ott hagytam abban még a gól előtt, hogy jól kezdte a bajnokságot a vendégcsapat. A kupában is tovább jutott, ott a körmendet verte a Mosonmagyaróvár. Míg a második fordulóban a BVSC-t, a Buzsáki Ákos által vezetett csapatot.
Le sem volt már a vendégtámadó. Szalka Dominik. Intett az asszisztens. Mai meccset egyébként Gáspár András fújja. A két segítője pedig Keszthelyi Tamás és Blum Dániel. Kanizsai kemény, meg nagyon szép számmal érkezett a mai mérkőzésre. Ezt nézőink is hallhatják. Összességében azonban nem vagyunk túl sokan. Nagyjából egy 150 néző látogatott ki ide az Olajbányász stadionba. Jasarevics felé. Tóth ütközött, de még szabályosan. Ő dobhat. Török felé. Rövid. Jasarevics. Henrikig vissza. Ő hozhatja játékba a labdát. Pontatlan. Nagyot kereste. Vegyes felkészülésen van túl az FC Nagykanizsa már, ami az eredménysort illeti. Az első meccset közben egy szép csel, Ekker nagyon jól kezdi a meccset, továbbra is nagyon él. Szóval a Lendva ellen kezdtek a piros-kékek. Ugye a Lendva a szlovén másodosztályban szerepel és nagyon komoly terveket szövegetnek Kocsárdi Gergelyék. 2-0-ra nyerte azt a meccset a Lendva. Ezt követően leginkább NB3-as csapatok ellen, illetve megye is csapatok ellen mérte össze tudását a kanizsai egyesület. A második felkészülési meccs a Sárvár ellen volt. Azt magabiztosan hozták. A kanizsaiak 4-0 lett az a meccs. Aztán jött a Kozár Misleny, a 3-1-re kikapott Koller Zoltán legénysége, és a legkevésbé sikeresnek mondható felkészülési találkozó az az NB2-ben szereplő Szent Lőrinc ellen volt. Ott 5-0-ra kapott ki a dézalai alakulat. Nyilatkozta is Koller Zoltán, hogy nem néztek ki túl jól azon a meccsen, de szerencsére sikerült rendezni a sorokat. A fő próba egy megyei összecsapás volt, hiszen a Teskánd ellen lépett pályára a Kanizsa, és 7-2-re győzött. Hosszú közben Szalka beadása. Pál szedte össze, a labdája azonban neki sem jó. Ekker felé. Közben fúj már a játékvezető. Boros kapott egyet. Nyári időszakhoz tartozik még a keret átalakulása Kanizsán, ami hát nem volt kicsi, hiszen 5 játékos is távozott. Pap Szilárd Szolnokra igazolt, Szegeti Gergely Tatabányára. Barát Martin Ausztriába tette át a székhelyét, Nagy Bence Haladás második csapatához igazolt, míg Vas György visszatért András Irára. A két fájó pont, Pap Szilárd és Szegeti Gergely távozás, ők mind a ketten alapemberek voltak. Megvan az első vendég lövés közben, megpróbálta jó 28 méterről a vendégek szélsője. Szalka Dominik. Nem volt veszélyes a lövés. Nagyszámú távozó nyilván azt is magában hordozza, hogy többen érkeztek ide Dél-Zalába. Kobra György Szepetnekről.
Ugye ő nem ismeretlen helyi futballbarátoknak, hiszen kanizsai kötődésű játékos, Szepet nekem ontotta a gólokat, a legutóbbi szezonban egészen pontosan 23 találat szerepelt a neve mellett. Ő viszonylag korán érkezett a felkészülés során a Kanizsához, ez azonban nem mondható el a többségről. A két Lipóti, Kószás és Kowalowski tudta végigcsinálni a felkészülést a Kanizsával. A többiek sajnos nyár utolsó pillanatában estek be Kanizsára, és ez nyilván nehezítette azt, hogy összeálljon a csapat. De minden jó, a vége jó. Összességében Koller Zoltán azt nyilatkozta, hogy ha nem is a legjobb időpontban jöttek végbe ezek az igazolások, de elégedett a kerettel, hiszen sikerült pótolni a két meghatározó távozót, illetve végre igazán hosszú kerettel dolgozhat. Van három sérültje a Kanizsának, Krecz, Kovács és Horváth, és így is a maximális számú csere ül a padon, ami azért elég ritkán volt elmondható a legutóbbi szezonban. Nem említettem még Bohata Ádámot, ő egy 97-es születésű játékos, Pécsről érkezett, Nemanja Nikic kezdőben szerepel, ő Szent Lőrincről igazolt a piroskékekhez. Közben egy beadás, erre jó lesz figyelni, hiszen fejjel nagyon jó a motim. Moros Gábor veszélyeztetett. Legutóbbi BVSC elleni meccsen két fejes gólt is szereztek a most vendégként szereplő óváriak. Szintén érkező még Talabér Attila, ő Monorról igazolt Kanizsára, de az MTK-ban és a Vasasban is edződött. Valamint jó hír a kanizsaiaknak, hogy több helyi fiatal is felkerült az első csapat keretébe. Milei Bálint, Csavari Benjamin, Pálnos Levent és Józsa Ádám. Azok a fiatalok, akik az NB3-as csapattal készülnek és várnak bevetésre. Ma egyikük sincs keretben. Eltelt 10 perc a találkozóból, 1-0-ra vezette a Kanizsa. Egy nagyon gyors góllal, Ekker Milán szerezte, alig telt el pár másodperc, amikor megszerezte a vezetést a Kanizsának. Egy mintaszerű kontra végén. Henrik szépen teszi vissza. Boros felé le tudta venni. Illés Jasarevicset futtatná. Nem is rossz az elképzelés, de Horváth jól jött ki, bár a megoldása nem volt tökéletes, de így is elérte a célját, felszabadított. Jasarevics dob. Dursó. Tóth. Le tudja még venni. Jasarevics. Dursó. Szép passz volt Cingrábertől. Sikerült azonban felszabadítani, de a labda visszakerül a Moson-Magyaróvárhoz. Dursó. A lábök. Szalka felé a passz. Major fedezte ki szépen. A vendégek kereténél fontos hír, hogy Vég Bence, Simito Gergő és Debreceni András küzdött sérüléssel. Közülük Vég Bence és a VB bronzérmes, úszas VB bronzérmes Debreceni András a padon már ott van. De kezdőként
egyiküket sem tudta bevetni Borbély Attila. Szép megoldás Páltól. A passza sem rossz. Nem tudja azonban Ecker megtartani. Dursó. Vlasics rontott rá. Cigráber. Jasarevics. Zalaegerszegi kötődési játékos. Jasarevics Mahir. Ő tette középre. Tóth. Török felé. Pontatlanul. Törökkel is készítettünk interjút. Még pénteken. A mostani bajnoki körrel kapcsolatban. Azt mondta, hogy az új fiúkkal egyre inkább sikerül felvenni a közös hangot. És úgy érzi, hogy erősebb keret alakult ki, mint a legutóbbi kiírásban. Ugye a 2021-es szezont végül negyedik helyen zárta a Kanizsa, de harcban volt a bronzéremért. Közben rossz felszabadítás van, és egy lövés, és van egy egyenlítés. Tóth. Mondanám, hogy a semmiből egyenlít a Motim, de a kanizsai gól is hirtelen jött. Egy-egy tehát egy rossz felszabadítás. Éppen oda került Tóth Martin elé, aki nem sokat állítgatott. Volt is egy kis szerencséjészen megpattant a labda, így nem tudta Horváth Márton kiütni. Egy-egy tehát. Tóth nem szerzett gólt még ebben a szezonban. Dursónak, Szalkának van kettő, Dursónak egy, Borosnak is kettő ebben a kiírásban. És most már Tóth Martinnak is van egy gólja. A legutóbbi kiírást második helyen zárta a Motim. Harmadik kerület kiemelkedett tavaly. A Kemenes Szabolcs által irányított gárda mögött sikerült megszereznie az ezüstérmet a vendégeknek. Kowalowski. Major. Pál. Egyből tovább tette volna. Nem volt jó labdája. Boros. Hangra adta. Nézett föl. Nikics kérte. Ő tette vissza. Ecker felé. Egyértelműen Eckert próbálják leginkább megjátszani a társak. Az ő gyorsaságában bíznak. Felemásan kezdte a szezont az FC Kanizsa. De ahogy említettem, ugye nem sok idő volt együtt készülni a keretnek. Ez talán meg is látszott az első forduló eredményén, és itt hangsúlyozom, hogy az eredményén, hiszen Koller Zoltán is elmondta, hogy az Zete elleni játékkal alapvetően elégedett volt, hiszen azt a focit mutatta a Kanizsa, amit ő szeretne, azt a kispasszos, attraktív játékot. Ugyanakkor a három pontot a megyei rangadón elvitte a Zete 2. 2-0-ra nyertek akkor a kékfehérek. Nyilván ebben a kiírásban is döntő lesz, hogy a második számú gárdák, ugye jó pár van, ilyen a Gyirmót is, az Ete, Puskás Akadémia, Molfehérvár,
is ebben az osztályban szerepelteti a második számú együttesét. Közben Jasarevics tette középre, nagy mentés, szép mentés Kowalowskitól. Szöglet. Az etek kettő csapatában itt Kanizsán például szerepelt Beke Péter, akit Hamburgból hoztak haza, a kékfehérek vezetői. Ő szerezte az első gólt. Várhatóan ő előbb-utóbb felkerül az NB1-es kerethez. Török szabadít fel. Ott van még ismét lövés, ez már nem olyan sikeres. A gólszerző Tóth Martintól, mint a 2-3 perccel ezelőtti kísérlete, ami végül utat talált a kanizsai kapuba. Az ETE elleni vereséget azonban sikerült egyrészt a kupa sikerrel felettetni, hiszen tovább jutott a kanizsai csapat. Akár csak a Mosonmagyaróvár, de a Somogysárd ellen, Somogyi megyei első osztályban szereplő csapat ellen nyert Koller Zoltán csapata 3-2-re. Péntek Adrián volt eredményes ott, és Ecker duplázott. Majd ezt követően a gárdonyi hétközi forduló következett, ahol szintén nyerni tudott a kanizsai csapat. 3-2-re ott is Vlasics, Péntek és Ecker voltak a gólszerzők. Major fejeli ki. És az is hozzátartozik az igazsághoz, ami a szezon kezdetet illeti kanizsai oldalon, hogy három csatár is eltiltott volt. Az elég puskaporos utolsó forduló következményeként. Ők nyilván nem játszhattak a Zete ellen. Gárdonyban már igen. Meg is lett az eredménye. Hiszen Ecker és Péntek is betalált. Maros nagyon aktív. Össze koccannak a bokák. Közben kemény, Kowalowski, de még szabályos. Nikic tette vissza. Török harcol, az már szabálytalan. Bélit faltolják le. Eltelt 21 perc, 1-1 az állás. Kiegyenlített mérkőzés. Sok helyzet nincs, volt viszont már két gól. Zingráber. Bóner tette ki. Van Sipszó. És van ivószünet is. Nagyon meleg van egyébként, és nagyon füllett idő itt Kanizsán. Nem csoda, hogy nincs az a túl nagy iram. Ugyanakkor a nézőknek nem lehet rossz mérkőzés ez. Hiszen két gólt is láthattak már. Néhány szót, ha már meséltem az imént az első két fordulóról, arról is kell mondanom, hogy ugye nem volt közvetítés az ETE elleni rangadóról sem, és a hétközi fordulóról sem. Ennek elég komoly technikai
okai vannak. Röviden annyit mondhatok el, hogy elég komoly egyeztetéseken vannak túl NB3-as csapatok és a városi kis televíziók, az MLS-szel, illetve az MTVA-val. Most a legújabb hírek szerint közvetíthetünk a megszokott módon és feltételek mellett NB3-ból, megye 1-ből, megye 2-ből és NB1-ből, NB2-ből nem, de ez minket ebben a szezonban nem érint. Így itt lehetünk, és ha csak valami új határozat nem születik, közvetíteni fogjuk az FC Nagykanizsa mérkőzéseit élőben a YouTube csatornánkon, idegenből is. Bailey. Nem jól visszatett labda Pálnak. Sajnos előre felé megállt a játék kanizsai oldalon. Az első 5 percben sikerült meglepnie Borbély Attila csapatát. A Kanizsának. Szép labda ismét, de leshatáron indult Ekker, és nem csak határon, hanem túl is. Majd, hogy nem vonalban vagyunk, valóban lesnek tűnt. Némileg többet birtokolja a labdát a vendégcsapat, de kimaradt helyzete a vendégeknek sincs tulajdonképpen. Egy lehetőség mind a két oldalon. Mind a két csapat ki is használta. Dursó. Hosszú a labdája. Horváth jól lépett ki. Kowalowski. Török meg tudja csúsztatni, de nincs rá érkező. Kint volt már. Kanizsai dobás. Béli kéri, és kapja is. Major. Tóth. Nikics lép vissza. Török felé. Vendég kapitány. Bóner. Vágta ki. Jasarevics elveszíti. Nikics szépen szerezte meg. Illetve Kószás volt, bocsánat. Labda azonban már a vendégeké. Moros. Dursó. Jó a blokk. Kowalowski szerelt. Kószás. Nagyon jó labda. Ekker. Van bent érkező. Vlasics. Most a lövés. Nagy védés. Henrik. Szép kontra volt. Három jó passz, és fönt is volt már a vendégek kapujánál a Kanizsa. Ekker jól centerezett, Vlasics lövése sem volt rossz, de Henrik szépen védett. Nikics. Vlasics. Van fejes, de gyenge. Török Milán. Boros felé. Rúgta volna ki a vendégkapus. De Major. Résen volt. Béli. Ugye Kovács György sérülésével. Papszilárd
távozásával. Bélia csapatkapitány. Közben alaposan felhördül a közönség. Elmaradt ítéletet vitatva. Török maradt len. Labda azonban a vendégeké. Bóner, Cingráber, Illés. Béli követte Szalkát, Jasarevics. Szalka belebonyolódik, Béli szerel, de Szalka vissza tudja tenni. Cingráber, ismét Szalka, Illés, Jasarevics. Sokat szorodhatja már be. Major fejeli ki. Béli. Pontatlanul Tótnak, így jó lesz Jasarevicsnek. Jasarevics. Hosszú van, viszont érkező. Nagy. Nem lövi el nagy. Visszateszi lövésre. Van is lövés. Hú. Közel volt a duplázáshoz Tót. Pár centim múlott, hogy eltalálja a kapufát. És nyilván kicsivel több centi, hogy az a labda a kapuban kössön ki. Szép lövés volt. Tóth. Lassítsal volt jó az összjáték. Tóth megiramodik. Tóth még mindig. Most a passz nem is rossz. Ecker felé. Ecker. Nincs bent még érkező. Ecker várt egy ütemet. Pontatlan. Török mutatta, hogy hova kéri. Isten igazából ő volt az egyetlen opció, akinek adhatta Török. Nem volt jó a beadása. Eltett fél óra. 1-1. Változatlanul kiegyenlített mérkőzés. Némi vendég labdabirtoklási fölénnyel. Kevés helyzettel. De viszonylag jó színvonalú játékkal. Jasarevics és Tóth harcolt a levegőben. Hazai védő nyerte a pálharcot. Cingráber még, mindig. Blasics hajtja. Jó a letámadás. Dobhat a Kanizsa. Kószás. Nem volt pontos a passza. Major. Pálnak kicsiben. Kowalowski Bélinek. Béli megforgatja. Tóth. Előrefelé nem tudta megjátszani. Major indít. Török. Török még elérheti. Török nem éri el. Vendégdobás. Major fejjel, Jasarevics, belerúgta Nikicsbe. Dursó, Jasarevics húzza meg a szélét, meg is kapja, van előtte terület. Nem lépünk ki rá. Mély. Jasarevics nagyon szabadon játszik.
sokadik beadása már eddig nem lett belőle túl nagy probléma, ilyen szabadon van. Vendég középpályás, de erre oda kell figyelni a folytatásban. Major! Tóth! Ecker ugranak ki a védők mögött, meg is kapja a labdát. Ecker lennmarad. Nincsen. 11-es. Zingráber szerelt. Kószás faltól közben, de előny szabály. Szép egyérintő. Boros húzogat. Béli szerzi meg. Ez is szép játék. Lassíts csele azonban már nem jó, de miénk a sípszó. Ecker még mindig. Jól vetette oda magát Vlasics. Kiarcolt egy bedobást ezzel. Ecker. Török beletette a fejét, hátha. Nem lett sikeres a megmozdulás. Bóner, Dursó, Jasarevics. Ismét ő, Dursó. Behúzódik most a kanizsa. Deák. Szép csel. Még mindig Szalka jól húzta meg. Ott sincs 11-es. Keljen fel. Mutatja Gáspár András játékvezető. Ecker felé. Vlasics szépen mellel. Ecker. Vissza Vlasics felé, de csak felé. Jasarevics segített be. A csele is jó. Szabad rúgás. Illés. Bóner. Horváti a labda. Lasics felé. Jasarevics. Jasarevics még Illésnek. Illés, Dursó. Egyből vissza Illés felé, szép megmozdulás. Nagy mentés. Lasics nem tudja megtartani. Zingráber adta haza. Lesről lép vissza Illés. Kanizsai rúgás. 8 perc még az első félidőből. Ecker. Nick is teszi vissza. Kószás. Ecker. Tóth.
Birkicsa játszott össze, Major, Béli, Tótnak vissza, szép áramszögelés volt. Nikic fordít, de pontatlanul. Nagy lépett jól közbe. Béli. Jasarevics. Cingráber. Nem jó a labda Vlasicsnak. Dursó. Dursó kapja. Szalka húzogat, Szalka lő! Blokk. Kovalovszky biztatja a többieket keményebben háttul. Vendégszöglet lesz. Illés adhatja be. Illést át. Kicsúsztatta. Kószás. Itt maradt a sarokban. Illés. Ő kapja. Nem tűnt túl jónak a beadása, de azért Kowalowskinak résen kellett lennie. Résen is volt. 5 perc még. A rendes játékidőből. Tóth, a vendég gól szerzője. Ő kapja vissza. Vlasics védekezett vele. Szép összjáték után. Ismét Tóth. Dursó. Magas láb. Össze is akaszkodnak. Kószással. Major. Kószás Kowalowskinak. A két exlipóti játszott össze. Szalka. Van most előtte terület. Szalka. Még mindig ő rávezeti a védelme. Jó pasztad. Jó az a passz. Lövés azonban gyenge Illéstől. Horváth maga biztosan védett. Kószás. Béli. Egy kicsit tette tovább. Béli. Ekker felé két védő a nyakán, Ekker. Ott van még. Kifelé lesz a rugás. Vlasics vetette oda magát bátran a kapus és a védő közé.
Béli fejeli ki. Boros. Boros tartja meg. Pállal szemben. Pál veti oda magát. Nem volt kin. Szép szerelés Kószástól. Béli kérni és kapja vissza. Béli előtt van most terület. Gyenge megoldást választ. Kár érte. Ebben ismét benne volt egy jó kontra lehetősége. Jasarevics. Bóner. Szalka kap jó labdát, Szalka. Pál. Szerel, eladja azonban. Jasarevics. Tóth lép ki rá, Jasarevics. Piciben. Szalka vissza, van érkező. Gyenge lövés. Ilést tette be, Szalka lőtt. Ez is ennél lényegesen nagyobb lehetőség volt. 11 méterről. Lövetett tisztán a vendégtámadó Jasarevics. Szalka ismét be tud menni Pál mögé, de jól segít ki Kovalovszky. És ezzel ér véget az első játékrész. 45 percnyi játék után 1-1 az állás. Nagyon jól kezdődött a mérkőzés, alig telt el pár másodperc, és Ecker Milan meg is szerezte a vezetést az FC Nagykanizsának. Majd kiegyenlített játék következett, viszont rögtön az első lehetőségét gólra váltotta a vendég Mosonmagyaróvár. Ezt követően némi vendég labdabirtoklási fölényt láthattak a kilátogatók, ugyanakkor helyzetek nagyjából kiegyenlített számban adottak mind a két csapat előtt, így összegezve az 1-1 jogos eredménynek tűnik, innen folytatjuk. Alaposan beborult az ég itt Kanizsa fölött, reméljük a játékosok kedve nem lesz ilyen sötét a mérkőzés végén. 1-1 az állás hazai oldalon. Nem volt csere. És ha jól látom, a vendégeknél sem. Sérülés nem volt, és összességében mind a két mester elégedett lehet a látottakkal így. Nem is volt ok talán a cserére. Rögtön egy kiugratási kísérlet Vlasics felé. Kivágják vendégek. Zingráber egészen pontosan. Tóth hibázik. Vendégdobás. Béli Tóthnak. Kisi hosszan tette maga elé Tóth. Jasarevics keményen beleállt. Dobhat az MT-je. Ekker hajtotta meg Deákot. Bóner játszotta föl. Jasarevics. Szalka. Vissza Jasarevics. Jasarevics megveri Tóthot, Jasarevics jövő!
Szép volt. Az első veszélyes próbálkozás. Második félidőben a vendégeké. Egy perc telt el a második játékrészből. Béli. Pál. Vissza Bélinek. Két csapat legutóbbi találkozóján egy meglepő, de hazai szempontból mindenképpen pozitív végeredmény született, hiszen 4-1-re nyert azon a meccsen a Kanizsa, méghozzá úgy, hogy nagyon rövid paddal, megtizedelt kerettel tudott kiállni arra a meccsre a dél-zalai együttes, hiszen nagyon sokan voltak sérültek. A padon 3 ifjúsági játékos is ült. Talán a szezon legnagyobb bravúrja volt kanizsai részről az a győzelem. Különösen ilyen arányban. Nagy. Tóth. Szalka felé, hosszan. Béli. Tóth. Vissza Bélinek kis, hosszan vett át, el is veszíti, sőt, nagy lehetőség ez most, jó a passz, Szalka, Szalka! Gyengén oldja meg. Bélinek a második ilyen rossz helyen eladott labdája. Nagy a kockázat ezekben. Szép játék. Hazai szabadrúgás. Bóner Roland volt szabálytalan. Mind a két oldalon melegítenek a cserejátékosok. Éppen itt a kapu mellett a kanizsai játékosok készülnek beállni, és készül a szabadrugás elvégzésére Béli. Könnyedén fogja Henrik, és az indítása is jó. Illés szaporázza, Illés, rávezeti a kanizsai védelemre. Nagy érkezik a támadással, de belebotlik. Döntő pillanatokban hibáznak a vendégjátékosok. De gyors egymás után két lehetőség is a Mosonmagyaróvár oldalán. Kowalowski. Nikic. Major. Vlasics felé. Cingráber tisztáz. Rossz megoldást választ. Tóth. Az ő oldala aktív ebben a játék részben. Sokkal többet van a labda a kanizsai bal szárnyon. Kowalowski kapott egyet a levegőben. Előny. Pál. Nagyon jó ütemben robbant be a jó felépítési kószás, de labda nem volt pontos. Vlasics. Pál kéri. Hát tudja venni Pál. Török. Vlasics. Török. Pál adhatja be. Pál. Eckerrel sikerül kifejelni. Nagy harc van a labdáért. Nikic megvan. Jöhet a kanizsa. Nikic.
Pál. Mikics még. Béli. Jól tartja meg Béli. Ez a passz is jó. Vlasics. Kap egyet. Dursótól. Jogos szabadrúgás. Van egyedik percben vagyunk. Szabad rugással jött a Kanizsa. Béli és Kowalowski a labda mögött. Béli Ecker felé. Úgy tűnt, nem igazán számított Ecker erre a figurára, de megmenti, kiarcol egy szögletet, és mutatja is Bélinek, hogy ő emelésre számított, nem lapos passzra. Minden esetre nagy gond nincs. Ecker Milán gólja mellett, most kiarcolt egy szögletet. Béli. Volt érkező. Gyütemet késett csak. Nikics. De rúgás lesz. Kifelé. Gárdony ellen. Kolle Zoltán utolsó negyed órában kezdett el cserélni. 74. percben állt be Talabér, és Török is. 78. Lőrinc. Közben lehetőség. Nagy lökés, Ecker, 11-es! Ecker harcolja ki. Ecker messze. A legagilisebb kanizsai támadó. Az egész meccsen őt próbálják meg leginkább megjátszani a társak. Több-kevesebb sikerrel. Most kiarcol egy 11-est. És van már egy gólja. Vlasics Dánielnek. Szintén lehet egy. Nem volt nagy lökés. De lökés volt. Fújható, adható. Visszaszerezheti a vezetést a kanizsai csapat, de még nem ezért tapsol a publikum, hanem azért, mert a vendégtrénert elküldik a padról. Fel kell mennie lelátóra. Borbély Attilának. Lássuk tehát, 54. perc, 11-eshez jut a Kanizsa, visszaszerezheti előnyét a dél-zalai együttes. Ecker Milán harcolta ki, Vlasics Dániel lőheti be. Vlasics. Megoldja. Érezte az irányt Henrik. Nem sok kellett volna, nagyon lazán, könnyedén rúgta Vlasics Dani. De berúgta, és csak ez számít. Éltetés a publikum. Az ő történetét azt hiszem minden helyi futballbarát ismeri. Nagyon komoly sérülésből jött vissza Vlasics Dani, hogy gólokkal segítse csapatát. 2-1 tehát a Kanizsának. Jobban kezdte egy fokkal talán a vendégcsapat a második fél időt. Ennek ellenére megvan a hazai vezetés. Már csak
meg kell tartani. Bonner. Tóth. Dursó, ki a szélre. Jó szerelés. Labda azonban visszakerül vendégekhez. Dursó. Nagy kéri. Ott marad a labda azonban. Nincs újabb 11-es. Nem barátkoznak a felek. Ott az ötösnél. Nagy. Szépen játszotta meg a társát. Belőtte a kanizsai védelem mögé. Jól jött ki Horváth. Egyébként teljesen egyértelműen Horváth Márton először a labdát vitte el. Így nem volt 11-es. Sőt, szöglet sem lesz. Kirúgás. Szalka. Felkelt. Nagy nehezem. Kovalovszkival vesztek össze egyébként. Van most némi zavar a hazai védelemben. Vendégdobás. Illés. Kap egy szabad rúgást. Béli rúgta meg. Érzi a publikum is, hogy nagy szükség van most a támogatásra. Hiszen nyilván nyomni fog a Mosonmagyaróvár. Rövidre jön a passz. Tóth lőtt. Tóth is jól mozog. Ez a lövése azonban elkerülte a kaput. Pál. Egy kicsit játszotta vissza. Szép játék. Van most meglóduló ember még hozzá, Ecker. Ecker Milán centerezne. Nagy mentés. Jók ezek a kontrák. És Eckerben továbbra is sok lehetőség van. Béli. Kószás vette le, nem lő. Elveszíti. Bonner szerezte meg. A passza is jó. Illés. Ő azonban pontatlan, Tóth szerelt. Kettős csere. Megszokottnál némileg előbb változtat Koller Zoltán. Frissít a hazai tréner. Kószást látta szabálytalannak a játékvezető. Pál Dávid lesz az egyik távozó. Bogó Benedek érkezik Pál Dávid helyére. És ha jól hallottam, és ha jól látom, igen, Béli Milán, a hazaiak csapatkapitánya, a másik lecserélt játékos, és Talabér Attila érkezik a helyére. A közvetítés elején említettem, Talabér Attila is új játékos. Itt Kanizsán, a Monortól
érkezett, de az MTK-nál és a Vasasnál is szerepelt korábban. Ő csodaként kapott lehetőséget a Gárdony ellen is, és akkor is Béli Milánt váltotta, viszont most 15 perccel korábban áll be, mint a hétközi fordulóban. Posztra cserélt, tehát Koller Zoltán, Szembagó Menedek is a szélső védő posztját veszi át Pál Dávidtól. Közben nagy mentés, Henrik Márk mutatja be, labda azonban a Kanizsáé, Tóth vissza egyből középre. Henrik jól ugrik föl, és indít egyből. Szépen oldotta meg Kowalowski, nem állítgatott, mentett. Bogónak nem lesz egyszerű dolga, a Boros az ő embere. Nagy mentés, Major. Nagy ívelt középre, és ő dob, nem is kicsit. Tóth, Dursó, Jasarevics. Ő eléggé eltűnt az utóbbi 10-15 percben. Ez a labdája viszont jó, félfordulatból 11-es lőtt, ha jól láttam, Szalka. És valóban nekem is úgy tűnt, hogy hazai védő, Major Máté kezét találta el. Ugye az új szabály szerint, ameddig a mez vágása a bicepszen ér, addig nem kész, az alatt viszont az, és fújni kell minden esetben. És fújta is Gáspár András, Boros Gábor labda mögött megszerezheti szezonbeli harmadik gólját. Horváth Márton pedig a hazai kapuban 63. perc, gyorsan egyenlíthet ismét a Mosó-Magyaróvár. Borostát és Horváth, nagyon-nagyon-nagyon higgadt Boros, és kiegyenlít. Tizenegyes gólok után, tehát 2-2. Gólgazdag mérkőzés. Major. Kowalowski. Talabértől kapja vissza. Kowalowski. Az új fiúk játszanak össze. Lökésnek tűnt, nincsen ítélet. Ecker. Jól veszi át. Ecker a családomban. Nem jó, Dursó szerelt. Kószás. Ő tette ki a szélre. Nagy mentés Nagytól. Jól avatkozott közbe. Ikics, pontatlan. Jó cselek. És még mindig. Most jut el a labda. De a szélre Nagyhoz. Szalka oszta fel. Jól. Szalka és Bagó. Szalka még. Dák. Cingráber. Boros. Jasarevics. Jó paszt adott 11-esnél Jasarevics. Ez sem rossz.
Túlsónak azonban pontatlan. A visszatett labda nagy. Bagó mellett nagyon szépen, van is lövés. Szalka. Szalka is jól kerül helyzetbe, de az utolsó döntései nem a legjobbak. Sok van még, 66. percben járunk. Mind a két csapatban benne van a gól, alig ha lesz ez a végeredmény. Major indít, Ecker felé, Ecker, kifedezi, Deák, és a sárgát kér Eckernek. Eckerrel nem nehéz összeveszni. Legtöbb lapja neki volt a kanizsai csapatból legutóbbi szezonban. Ivószünet. Két gól az első fél idő mérlege, és két gól a második játékrész első felének a mérlege is. Ecker Milan harcolt ki a 11-est, amit Vlasics értékesített majd a másik oldalon. Major Máté blokkolt kézzel, és jogosan megítélt büntetőt. Boros Gábor vágta be a hazai kapuba. Az minden esetre pozitív hazai szemszögből, hogy egyenrangú ellenfele a Motimnak a Kanizsa. Mindez annak tudatában, hogy a vendégek legutóbb ezüstérmesek lettek a nyugati csoportban. Nem hangzik rosszul. Kirúgással folytatódik a mérkőzés. És újabb hazai csere lesz. Sőt, ismét dupla. Péntek Adrián az egyik leendő érkező. És talán Lőrinc Bence lesz a másik beálló, ha jól látom. Bóner. Dursó. Cingráber. Vesarevic felé. Kifejelik a hazai védők. És meg is van a labda. Bagó húzza itt a szélét. Jól tartotta meg, jól mentette meg Kószás. A passza sem rossz. Önfeláldozó mentés, hazai dobás. Tóth dob. Kúszást tette vissza. Megszerzik a vendégek. 20 perc még a rendes játékidőből. Továbbra is 2-2. Henrik. Fal gyanús, de nincs épp szó. Kószás volt kemény. Jön is a csere. Török Milán az egyik távozó. Cseri a
És ahogy azt a helyi műsor közlő is ismertette, a gólszerző Vlasics a másik távozó, és ahogy azt említettem, Lőrinc Bence érkezik még Péntek Adrián mellett. Tóth Major. Bónár fejelte ki. Nem tud szerelni Kószás. Kowalowski. Higgadtan. Bagóhoz játssza. Nikic. Kowalowskinak vissza. Ő Majort választja. Major pedig pontatlan. Deák tette tovább, Dursó. Boros. Illetve bocsánat, Tóth volt. Nagy szépen. Szalka és Nikic. Szalka még. Szalka lő. Levágódik. Nagy dob. Kirúgás. Illés veszített párharcot. Kanizsa jöhet kirúgással. Talabér. Bagó. Ecker felé. Lőrinchez jut végül. Lőrinc. Még mindig Lőrinc. A cselés jó. Lőrinc. Gyönyörű! Ho-ho! Mekkora gólt lő! A csereként beállt Lőrinc Bence. Szépen tartotta meg kétszer is. Egy gyönyörű csel után pedig kilövi a felsőt. Jó csere volt a 17-es Lőrinc Bence. Talán az első labda érintései voltak az akció során. Parádés gól. Harmadszor is kanizsai előny. 3-2. Negyed óra még. A rendes játékidőből. Deák. Lesz-e válasza ismét a Mosó-Magyaróvárnak? Bóner indít. Pontatlanul. De Kowalowski felszabadítása sem a legjobb. Tóth. Elveszíti, Péntek, saját térféről indult, Péntek, Péntek! Utoléri, Zingráber. Nem túl gyakori, utolérik Pénteket. Nagy. Vendégdobás. Hiába mutatott mást Bagó. Nem győzte meg az asszisztenst. Nagy. Jól tovább. Illés. Major fejeli ki. Szalka volt ismét. Lehetőség közelben. Dursó. Kettős csere lesz a vendégeknél is. Zingráber. Nagyon pontos labda. Nagy. Dursó. Finoman vissza. Kap egyet hátulról. Nikic.
És nem csak a mérkőzés vége, hanem a vihar is közeleg. A kettős csere pedig nem csak közeleg, hanem meg is történik. Szalka állott. Egyik lecserélt játékos, tehát Szalka Dominik. Sérülése után, tehát egy szűk negyed órára be tud állni Debreceni András. Ő Bóner Roland helyét veszi át, míg Szalka Dominik posztjára Nagy Zoárt Kornél érkezett. Fontos mentés, Kovalovszky. Dursó. Bagó, Péntek. Péntek, még mindig ő meg tudja tartani. Hol lenne már a passz? Péntek. Kovalovszky nem színezi. Lőrinc felé. Lőrinc nem éri el. Henrik. Deák. Debreceni. És már Cingráber tette tovább. Dursó. Deák. Cingráber. Nagyot keresi, visszafújja a szél. Ott van még azonban a bolyban a labda. Sikerül kivágni. Pénteknek nincs meg. Dursó. Major. Lőrinc. Kiharcol egy szabadrugást, sőt egy lapot. Jól szállt be, jó csere volt Lőrinc Bence. Eddig két akcióban vett részt, az egyikből gólt rugott, a másikból pedig kiharcol egy sárga lapot az ellenfélnek. Kasarevics kapta a sárgát. 10 perc még a meccsből. Magyar azt akartam mondani, hogy felé-velé, hát lehet, hogy kapura szánta. Akkor nincs baj az önbizalmával Magyar Máténak. Cingráber. Dursó. Péntek zavarja meg Deákot, de Nagy még megmenti. Nagy magó mellett tovább tudja tenni. Illés. Illés hosszan. Nem talál társat.
Lőrinc. Ezt most elveszíti. Jasarevics szerelte. Dursó. Későn váltott ki. Nagy. Nem tudta neki adni. Dursó. Zingráber. Dursó. Illés. Deák. Hát a hosszúra. Lőrincé lesz. Lőrinc. Péntek nem tud lefordulni. És a labda és a vendégek előnyszabály. Dursó. Dursó. Megvárt a Jasarevicset. Jasarevics. Jól tolja meg. Labdája is jó! Pár centit tévedett a vendégtámadó. Újabb kettős csere lesz egyébként a vendégeknél. Még a közvetítés elején említettem, hogy nagyon jó fejjel a Motim. Ezt most is igazolta a vendégcsapat. De nincs egyenlítés. Illés Dávid bólintott egyébként az imént. Tízessel Szegő Imre állt be, valamint 11-essel Horváth Kevin az utolsó. Hát a hosszabbításra együtt talán 10 percre, 84. percben járunk. Nem jó a labda Péntek felé. Deák. Horváth. Illést tette tovább. Horváth. Vissza Illésnek. Jó játék. Illés. Megtolja. Tóth. Zingráber. Horváth felé. Horváth fejjel. De már be sem volt a frissen beállt játékos. Horváth végezheti el a szabad rúgást. Kószás ért bele. Jöhetnek a vendégek. Horváth. Szegő tette tovább. Külsővel. Nem volt pontos. Jasarevics dobhat. Tóth. Vissza Debrecenig. Ő egyébként kanizsai születésű. Jasarevics. Tóth. Jövés tette vissza. Szegő. Szegő még. Major. Megmenti. Szöglet sincs. Csak dobás. És egyre nagyobb szél. Lőrinc kap ajándéklabdát, de visszaadja. Kószás mentett. Segítette ki a társát. Péntek kiarcol egy bedobást. Miénk a labda? Következő fordulóban 22-én a Gyirmót 2-höz látogat a kanizsai csapat.
idegenben szerepelnek, tehát a Dél-Zalaiak, míg a Mosó-Magyaróvár a Fehérvár 2-t fogadja majd. Rosszul jön ki Horváth! Megmenti még Major. Javította a hibáját Major. Most a kapustársa hibáját is, ami némileg a 11-esnél az általa okozott problémát, hogy beleért kézzel a labdába. Mindenesetre közel járt az egyenlítéshez a Mosó-Magyaróvár. Résen volt Major. 87. perc, 3-2. A 22. meccs után a bajnokságban szünet lesz, hogy azt a közvetítés során már említettem, kupakör jön. De közben jó beadás is jön, újabb fejes, ezúttal Tóth bólintott, de ez sem volt igazán veszélyes. És Horváth megvárja, amíg felveteti vele valaki a labdát. Illés volt az a valaki. Kupában a Kadarkúttal játszik majd Kanizsa, még a Mosó-Magyaróvár Zsámbékra utazik debreceni. Deák, Dursó, Horváth és Bagó. Egymást zavarják a kanizsaiak. Horváth és Kowalowski. Kowalowski megnézi Pénteket. Nem volt jó az indítás. Horváth. Illés. Horváthnak. Horváth jól teszi vissza. Sikerül kivágnia Nikicsnek. Illés. Nagyon nyom most a Mosó-Magyaróvár. Szép mentés, Bagó. Deák. Deák ível, Dursó fejel. Lőrincnek kell kifedezni, nem tudja kifedezni, inkább kirúgja dobásra. Amit el is végeznek gyorsan a vendégek. Egy lövés, ez azonban elég gyengére sikeredett Szegőtől. Letelt a rendes játékidő. Nem láttam még, hogy mennyit mutat Gáspár András játékvezető. Lőrinc felé, Horváth, Lőrinc meg tudja csúsztatni, Péntek, és debreceni, megoldja, debreceni, Szegő. Deák. Horváth. Talabér váltott ki rá, Horváth kicsi hosszan, de megtartja Horváth. Újabb érkező ember van az ötösnél. Boros reklamál, nincs hipszó, vendégdobás van. Helyi műsor közlő sem mondta, hogy mennyi a hosszabbítás. De esetre egy perc már biztosan eltelt, Dursó! Ellövi keresztbe. Megtartja még Horváth. Újabb beívelés, ezúttal Major fejel, Lőrinc. Ekker Péntek felé. Péntek meghajtja.
Erik azonban nem hibázik. Deák! Horvát. Ő tette tovább. Illés. Illés Horvát összjáték. Illés. Tóth. Ekker szerezné meg. Lőrinc. Ő vált ki. Tóth. Nem jut el végül is a labda. Ott pattog. Nem tudja Boros megszerezni. Horváth ráfekszik. Magához öleli. És ránéz az órájára. Gáspár András játékvezető. Az álmos könyvek szerint azt jelenti, hogy hamarosan vége a mérkőzésnek. Lesen van közben. Péntek Adrián. Egymás után kétszer sikerülhet legyőznie a Kanizsának az NB3 nyugati csoportjának ezüstérmesét, legutóbbi ezüstérmesét, ami nagyon nagy fegyvertény lehet. De még nem fújt el a játékvezető Dursó. Nincs újabb 11-es. Van helyette azonban kettősípszó. Véget ér a találkozó, amit 3-2-re megnyer az FC Nagy Kanizsa. Sikerült tehát újra legyőzni az MTE csapatát a dél-zalai gárdának, amely nagyon gyorsan megszerezte a vezetést az első félidőben. Ekker Milán révén már az első percben 1-0-át mutatott az eredményjelző, aztán kiegyenlített Tóth Martin egy megpattanó lövés révén, úgy lett 1-1, majd jöttek a 11-esek, először Vlasics Dániel szerzett így gólt, majd egyenlített Boros Gábor. Végül azonban a csattanó kanizsai részről jött, hiszen a csöreként beálló Lőrinc Bence gyönyörű gólt lőtt, és ezzel megszerezte a 3 pontot az FC Nagy Kanizsa. Én köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, a viszontlátásra!